Egy olimpia után talán egy versenyző életében egy hazai világbajnoksága így a legnagyobb durranás. Most azon vagyok, hogy most még egyszer ne jöjjessen közbe semmi. És tényleg most már idén a világbajnokság itt Pesten, és én is ott leesek a szőnyegen, de mondom, ez nagyon összetett dolog, tehát ezt most nagyon jól össze kell rakni ezt az évet. Mondta még februárban világ és kétszeres Európa-bajnok birkózónk Bácsi Péter, amikor az októberi hazai rendezésű világbajnokságról kérdeztük. Azóta több mint 8 hónap eltelt, Peti pedig eddig remekül összerakta ezt az évet, hiszen 82 kilóban ő is indul a budapesti VB-n. Aki valaha is volt válogatott sportoló, annak egy élmény örökre megmarad, ez pedig a tatai edzőtábor. A tapasztaltabb sportolók már sokszor jártak itt Tatán, még a fiatalok közül biztosan van olyan, akinek ezek az első edzőtábori élményei. Nincsenek ezzel másként sem birkózóink, akik közül Bácsi Péter és Vánca Istvánt a világbajnokságra való felkészülés közben látogattuk meg. Belépve a terembe, valóságos nemzetközi edzőtáborba csöppentünk. Szinte egy gombos tűt sem lehetett leejteni a délutáni, kötött fogású birkózók számára megtartott edzésen, ahol az algériai versenyzőtől kezdve a magyarokon át az indiaiakig nagyon sok nemzet sportolói készültek együtt. Akik azon a súlyban vannak, azok nem nagyon birkóznak egymással. Mindig vagy egy ellente, vagy egy fentebb birkóznak. De én szoktam én súlycsoportomban élekkel is birkózni, hogy megnézem, hogy erőviszonyban hol tartok. Igazából azt kell mondjam, nem vagyok lemaradva annyival, szóval ezt elég könnyen be lehet hozni. Szoktunk azért együtt is birkózni, nyilván így a vége felé most már azért kevesebbet. Én amúgy is ilyenkor már kevésbé szeretek külföldi versenyzővel birkózni, inkább magyarokkal. Ilyenkor már azért a külföldiek is nem törődnek annyira, jobban belehúznak az embernek a karjába, az oldalába, stb. Ilyenkor már jobb egy kicsit a békesség. De az elmúlt időszakban azért ugye volt egy jó pár ilyen összecsapás, akár kontrollmeccsen is birkoztunk, mindenképp hasznos. Rövidültek már az edzések, az edzésszám is kevesebb ezen a héten. Lassan elkezdik a súlyukat is lejjebb vinni a versenyzők. Próbáljuk őket gyorsítani, hogy dinamikusabbak legyenek, robbanékonyabbak. Hát én úgy gondolom, hogy a időszaknak megfelelő állapotban vannak, és bízom benne, hogy jól fogunk szerepelni. Természetesen a hazai rendezésű világbajnokság edző és sportoló számára is nagy kihívás, így mindenki szeretné lenyűgözni a magyar közönséget. Sokat nem szoktam hallani kintről, de helyesnek vannak olyan hozzátartozói, akik nagyon magas a hangja, nagyon hangosak, azokat meg szoktam hallani is. Talán amikor ugye döntetlen áll a meccs, tudnak segíteni abban, hogy én jöjjek ki jól belőle. Így az évek során így elillan az izgulás, még az első egy-két évben még van, de onnantól, hát normális esetben már nincs, de ismerek olyan példákat, akik még a mai napig is izgulnak. Bízom benne, hogy azért ez is egy plusz lesz, bár nyilván ott a szőnyegen azért minden külső inget próbálunk kizárni, és csak arra koncentrálni, ami a szőnyegen történik, de mindenképp azt gondolom azért ez egy pozitívum lehet az, hogy tényleg az egész aréna majd nekünk fog szurkolni, úgyhogy remélem ennek majd érezni is fogjuk a pozitív hatását. Kell is egyébként a verseny előtt egy ilyen fokozott hangulatállapot. Most megmondom őszintén, még most még a munkára koncentrálok, most azért meg van egy jó másfél hét, az igazi élesítő időszak, úgyhogy most tényleg ezen van a hangsúly, majd ráérek a verseny napján egy kicsit jobban ráizgulni, rá készülni a versenyre. Pici izgalom van bennem, egyébként felnőtt szövetségi kapitányként, hát szerintem ez a 6. vagy 7. világversenyem, igazából 15 éven keresztül a utánpótlás világversenyeket jártam, de hát az is fontos volt minden évben, hát nyilván a korosztályos világversenyek is fontosak, de hát nyilván, hogy a felnőtt az mindent visz, és pláne a hazai rendezés, az meg aztán különösen. A még mindig csak junior korú Vánca remek formában van. Előbb korosztálya Európa, majd világbajnokságáról is bronzéremmel tért haza, sőt a felnőttek között is letette már a névjegyét a magyar nagydíjon szerzett 3. helyével. Mind a 3 versenyből pozitívat tudok levonni, mert mind a 3 versenyen érmet szereztem, és mindegyiken jól birkóztam, és ez sokat segít abban, hogy jó szemmel nézem a felnőtt világbajnokságot. Mersz nagyot álmodni? Persze. Az álom az mindig a aranyérem, de én már egy éremmel is megelégednék. Pityu esetében azt gondolom, ha egy vagy két kört megy, az már egy jó eredmény lesz. Nyilván ez a sorsolásától függ. Első éves juniorként nem hinném, hogy komolyan bele tud szólni a legjobbak versengésébe. De aztán soha nem lehet tudni, hogyha végül is úgy szerepel, akkor legfeljebb tévedtem. Nem is hinném, hogy ő neki olyan nagy terhet kéne a vállára tenni.
felszabadultan birkozzon. Az FTC klasszisának különösen fontos lesz, hogy minél jobb eredményt érjen el. Mindig is úgy álltam a dolgokhoz, mindig a soron következő meccsemet akarom megnyerni. Azt gondolom, hogy azzal nem állok el nektek, hogy természetesen ott akarok állni a dobogon, de ehhez tényleg az kell, hogy lépésről lépésre mindig a következő meccsre koncentrálni, és ott a legjobbat nyújtani, és reméljük, hogy ez tényleg egy szép eredményhez lesz elég. Én úgy látom, hogy jó állapotban van, hát őnek valószínűleg ez lesz az utolsó világversenye, és bízom benne, hogy egy szép eredménnyel fog majd tudni elbúcsúzni a nemzetközi mezőnytől. Bár a budapesti birkózó világbajnokság már néhány napja tart, a kötött fogásúak versenye csak csütörtökön a selejtezőkkel kezdődik. Szurkoljunk együtt a 63 kg-ban induló Vánca Istvánnak és a 82 kg-os Bácsi Péternek.